Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntök mindenkit. Boros Tamás vagyok, az Egyensúly Intézetnek az igazgatója. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik online követnek minket, illetve az Egyensúly Intézet nevében köszöntöm Pitr Lunák igazgatóhelyettes urat, aki a NATO-tól jött, Szemerkényi Rékát, aki Magyarország korábbi washingtoni nagykövete, és a mai beszélgetésnek lesz a szakmai vezetője, illetve nagyon örülünk, hogy itt vannak talán hazánk legjobb biztonságpolitikai szakértői az első panelban velünk. Köszöntöm, hogy itt van velünk Tálas Péter, Demko Attila, Rácz András, illetve Bendarzsevszki Anton. A mai beszélgetés az immáron a második. Sok résztvevő már tavaly is részt vett egy hasonló beszélgetésen, azt is a NATO nyilvános diplomácia osztálya támogatta, amit ezúttal is köszönünk. És igazából ezeknek a beszélgetéseknek az a célja, hogy legyen rendszeres, struktúrált párbeszéd Magyarországon biztonságpolitika közép- és hosszú távú kérdéseiről is. És ez a párbeszéd, ez történjen politikusok és szakértők között, üljenek együtt kormánypárti és ellenzéki politikusok és döntéshozók, legyen valamilyen struktúrált párbeszéd magyarországi agytrözt szféra és a politikai szféra a döntéshozók képviselői között. És remélem, hogy elfogultság nélkül mondhatom, hogy talán ennek a kezdeményezésnek a sikerét mutatja, hogy idén majd csatlakozik hozzánk a beszélgetés második részébe két államtitkár, egy helyettes államtitkár, egy kormánypárti parlamenti képviselő, két ellenzéki képviselő, illetve, ahogy említettem, itt vannak velünk hazánk talán legjobb biztonságpolitikai szakértői. A célja a beszélgetésnek azon kívül, hogy egy struktúrált rendszeres párbeszéd legyen, az, hogy értékeljük a NATO helyzetét, illetve ezen belül is a vilniuszi csúcsnak az eredményeit kifejezetten magyar szemszögből. Azt gondoljuk, ez azért is fontos, mert hogy másfél évvel ezelőtt, amikor még a madridi csúcson, amiről az előző beszélgetésünk is szólt, bejelentették, hogy a vilniuszi csúcs, vagy Vilniuszban lesz a következő NATO csúcs, még senki sem gondolta, hogy ennyire fontos lesz stratégiai szempontból ez a csúcs, és hogy ennyi hosszú távú kérdést kell megfogalmazni, illetve megbeszélni, ami a Európa és a transzatlanti közösség közvetlen biztonsága és stabilitása szempontjából létfontosságú. A mai beszélgetésnek főleg az első része az arról szól, hogy azt értékeljük közösen, hogy egyrészt valóban sikeresen tudott-e a NATO stratégiai válaszokat adni ezen az idei csúcs találkozón, és hogy valóban képes volt elindítani új folyamatokat a közös biztonság megőrűsítése érdekében. A két panel beszélgetés közül az első az kifejezetten erre a kérdésre fókuszál, a másodikban egy kicsit kitágítjuk a témát, és nyilván elkerülhetetlen az első beszélgetésben is az Ukrajna elleni orosz agressziónak a kérdés, illetve a NATO reakciója, de a második panel az kifejezetten erre fog fókuszálni, illetve ennek is arra vonatkozására, hogy ez vajon mit hoz Kelet-Közép-Európa és Magyarország számára, illetve a kelet-közép-európai regionális együttműködésekre. A mostani első panelnek a kiinduló pontja a NATO vilniuszi csúcsán elfogadott kommuniké lesz. Erről igazgatóhelyettes úr majd az előadásában röviden beszél is, bemutatja azt a nézők számára, hogy mit is tartalmaz ez a kommuniké. És mi ezt követően olyan kérdésekre keressük a választ, hogy vajon mennyire pontosan jelöli ki a kommuniké a NATO számára megtendő lépések lényegét, irányát, hogy vajon valóban a 21. századra készül-e fel a NATO ezzel, képes lesz-e megfelelni a szervezet felé támasztott elvárásoknak. És mint említettem, nekünk nagyon fontos, hogy egyfajta magyar szemszöget vigyünk ezekbe a beszélgetésekbe. Ezért biztos, hogy érdekes lesz arról beszélni, hogy Vilnius után mi lenne a magyar biztonságpolitikai érdek Ukrajna ügyében, milyen előnyei és hátrányai lennének magyar szempontból egy ukrán NATO csatlakozásnak, hogy vajon összeköthető-e és össze kell-e kötni a magyar kisebbség fontos védelmének az ügyét az ukrán NATO csatlakozással. Illetve Ukrajna mellett a másik, illetve Oroszország és Ukrajna mellett a másik ország vagy régió, amivel sokat foglalkozik nyilván ez a kommuniké, az Kína kérdése.
A dokumentum úgy fogalmaz, hogy Kína kihívást intézett a NATO tagállamok érdekei, biztonságai és értékei ellen. Itt is felmerül a kérdés, hogy mi a helyes magyar magatartás egy ilyen helyzetben, ahol Magyarország középtávú biztonságpolitikai érdeke elképzelhető, vagy sokan úgy gondolják, hogy szembe megy rövidtávú gazdaságpolitikai érdekekkel. Érdekes lehet beszélni kevésbé sikamlós politikai témákról, ilyen lehet mondjuk Nyugat-Balkán, ha az kevésbé sikamlós. Felmerül, hogy Magyarország, amelyik hagyományosan aktív, vagy aktív szeretne lenni a Nyugat-Balkán területén külpolitikában. Nos, ez a Magyarországnak mennyire kell aktívan fellépnie Szerbia, Bosznia, vagy akár, ne adj Isten, Koszovó NATO tagsága érdekében, és egyáltalán mi a realitása ezeknek az országoknak a csatlakozás, NATO csatlakozásának. Nagykövet asszony vezetésével ilyen kérdésekre szeretnénk majd választ kapni, és választottam a mai panelbeszélgetésnek egy mottót, amit, ha kérhetem a résztvevőket, ez lebeghet a szemünk előtt. Ez a motto ez úgy hangzik, hogy a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha közpolitikai terveket és programokat a szándékuk és nem pedig az eredményük alapján értékelünk. Tehát a legnagyobb hiba az, hogyha a szándékot és nem az eredményt nézzük. Ez a mondat egyébként Milton Friedmantól származik, akit én ritkábban szoktam idézni, mint Keynes, de most kénytelen voltam Milton Friedmant idézni. Ez esetben azt gondolom, hogy ez a beszélgetés lehet kifejezetten az eredmények, és nem pedig a szándékok alapján vezérelt. Ennek szellemében kívánok mindenkinek nagyon jó konferenciát, és akkor átadnám Szemerkényi Rékának a szót. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon köszönöm ezt a meghívást is, meg a lehetőséget a mai beszélgetésre. Azt gondolom, a legjobb nyitó pontja a beszélgetésünknek az az, hogyha felkérjük Petra Lunákot a NATO részéről, hogy foglalja össze, hogyan látja a Vilniuszi csúcs óta eltelt időszakot, hiszen tavaly együtt beszélgettünk ezekről a kérdésekről, még a Vilniuszi csúcsra készülődve, és akkor egy nagyon világos és kézzelfogható összefoglalását láttuk annak, amilyen irányba a NATO megy. Ez sok szempontból valóban meg is valósult Vilniuszban, úgyhogy egy nagyon jó beszélgetés volt. Mi történt azóta? Many thanks for the floor. I will be speaking obviously in English, but I'll be talking slowly so that even those who are watching us online can follow what I have to say. First of all, many thanks for the introduction, for your kind words. As far as NATO is concerned, and my presence is concerned, I would actually add to the quote or the quip by Milton Friedman that as far as NATO is concerned, you can sort of judge us both by intentions and the results. And in fact, if you look at what we try to do at Vilnius, it is actually to a further effort to deliver on what the historical summit in Madrid decided, which we discussed actually last year, in terms of adopting the new strategic concept. And in fact, we had a yet another historical summit. We say this all the time, but in fact, it is every summit, every meeting of that, because we are in a sort of Zeitenwende, as they say in German. We are in a really at the turning point of history. So obviously, NATO has implemented the biggest transformation and reinforcement of its collective defense in generation, and that goes back already to the reaction of Russian annexation of Crimea. And in fact, the idea was to enhance our ability to defend all allies, every inch of allied territory, on land, but also at sea, in the air, in cyberspace, and in space, something that is very often forgotten, that a few years ago we actually added two more operational areas, such as cyber and space. We stepped up our effort, in fact, by putting 40,000
1,000 troops directly under the responsibility, under the command of the NATO commander in Europe, which was not the case until then. In fact, at Vilnius, in the same direction, it was decided to put 300,000 troops on high alert. You know, again, you know, to be ready to move conceptually or implement the conceptual move from deterrence by punishment to deterrence by denial. In fact, you know, we keep repeating it, but it's meant seriously that we will defend as NATO every inch of Allied territory for a simple reason that the idea that any inch of NATO territory would be sort of even temporarily occupied by Russia, who we agreed is the most significant and direct threat to our security, is unacceptable. It's not acceptable in Ukraine, but it's not acceptable, you know, on NATO territory, because after what we saw in Bucha, in other places, this is clearly not an option. So, in fact, what has been decided concretely, specifically, at Vilnius. First of all, we agreed regional plans. NATO has always had plans, in fact, to defend all allies, but now allies have actually agreed new plans, which are much more detailed, much more intrusive in terms of defense planning. These, we have three plans: one for the high north and the Arctic and the Atlantic. Then one for the central, you know, the Baltic region and Central Europe, and one actually in line with the strategy, with the 360 degree strategy, to also to defend against the threats from the south. You know, the plan covering the Mediterranean and the Black Sea. And as I said, the idea is to support, you know, these plans with 300,000 troops on high readiness, including substantial air and naval power. And the idea is to defend NATO against the two main threats, as defined in the strategic concept. That is Russia, the most significant direct threat, but also against terrorism in all its forms and manifestations. The plans. I'm sorry, I cannot go into detail, because it's something that we do not normally discuss publicly. But rest assured that the plans describe how we will deter and defend against both Russia and terrorist groups, you know, the two main threats outlined in the strategic concept. They also provide a much more precise demand signal from NATO, and they will change our military over time. And that is also linked with the command structure reform, which is linked with that. So now allies will actually know, what assets or capabilities are required of them in a crisis scenario. It's the planning is now much more intrusive in the sense that almost every NATO assigned military formation know where they will go in terms of defending allied territory, which is again a conceptual change, because until a few years ago, you know, the thrust of NATO planning was actually, you know, at least until the annexation of Crimea, was basically the NATO defense planning process was focused on moving rather lightly armed troops, you know, expeditionary forces to places such as Afghanistan. That's no longer the case. The focus is clearly here on defending every inch of allied territory. And we will also, because part of deterrence is not only to have the troops and capabilities, but also a signal to our potential adversary our resolve to use them. That's why we actually not only exercise together. Next year we will have one, you know, the biggest military exercise since the end of the Cold War, called Steadfast Defender. But we also actually make it very clear to our potential challengers
That we are exercising and what kind of scenarios we are prepared for, because the deterrence is not only about having capabilities, but also the resolve and communicating that we will use them. So you know, that's regional plans and command structure. We also engaged, and again, it's not something that we started yesterday, but it's also what we need to make sure is a long-term cooperation with defense industries, you know, because we need to have our partners in defense industry need predictability. We will rely on them for supplies. So you know, in order to boost production, you know, we also agreed a new defense production action plan in order to aggregate demand, boost capacity, and increase operability. You know, something again very very concrete, very specific. What we will be doing, and this is also linked to the issue of innovation that we can address in the discussion. So, you know, in my view, there should be no doubt that NATO is ready, willing, and able to defend every inch of Allied territory, and that's really what the decisions at Vilnius were aiming delivering. The second issue I wanted to address is NATO enlargement. You know, it was also a historical summit in the sense that it was attended by Finland the first time as a member. There is still an ongoing discussion and ratification process as far as Sweden is concerned. I'm sure we will discuss it in the next two panels. But one of the outcomes of these sort of discussions around the summit was also that Turkey, you know, will submit, or the well you know, the ratification process will start in the fall. And we also have a statement from Hungary that Hungary will not be the last country actually to ratify Swedish membership. So if that is really the case, it should be the matter of next weeks or months. Ukraine clearly is a big topic, and again was a big topic on the Vilnius agenda, and the summit sent a strong message of NATO unity and message to Russia that its invasion will not pay. The summit actually set a vision for Ukraine, perhaps not to the extent entirely to the extent that our Ukrainian friends hoped and expected. As you will remember, President Zelensky and Ukrainian representatives were talking about algorithm for future membership, which basically, in other means, timetable. That was not necessarily agreed at Vilnius. But what was agreed, I think, is very important. First, that NATO will continue and boost its support in terms of providing non-lethal military support to Ukraine. As you know, the lethal military support is provided by individual allies. NATO does. NATO provides non-lethal military aid. And in fact, allies committed to spending 500 million euro on that front. It's not that much compared with what individual allies, you know, spend, but it's actually a lot in NATO terms, because up until last year, the NATO support to Ukraine was in the order of $2 or $3 million euro. Now it's actually 500, so there is a significant boost. And of course, you know, the idea is to make Ukraine ready for membership in terms of interoperability and, you know, meeting standards. Second, we also upgraded political ties with Ukraine. In fact, we transformed Vilnius was not only a meeting among allies and partners, but it was the first meeting of the new NATO-Ukraine Council.
which replaced the previous NATO-Ukraine Commission. And the difference is not cosmetic. It's actually quite significant. First of all, it is much more formal body in the sense that every country, every member of the NATO-Ukraine Council is equal. That it's not, in theory, a bilateral meeting, you know, a bilateral relationship between NATO and Ukraine in a way, but actually Ukraine is part of the council. It's actually even like we are sitting here, you know, Ukraine will be sitting between Turkey, I think, and well, anyway, it will not be sort of at the front, you know, or in the chair, because it's one of the equals. What also it means in practical terms is that the new council will be supported with a committee structure, which was not the case before that. Before that, there were a few joint working groups, but in fact now there will be a whole committee structure to actually support the work of the NATO-Ukraine Council and take it forward. One difference also is that it will be up to the Secretary General to convene a meeting. You know, it doesn't require a consensus among allies. The third thing is, of course, what I alluded at the beginning, which is more clarity in terms of Ukraine's Euro-Atlantic aspirations. There was always a bit of a discussion as far as future membership of Ukraine was concerned, because you remember. At the Bucharest summit in 2008, allied agreed that Ukraine and Georgia, by the way, will be members. But the next step would be the membership action plan, which in fact, was something that was created after the first round of enlargement when Hungary, Poland, and Czech Republic joined in order to help new aspirant countries to actually meet the requirements for membership. The idea is actually to move directly to NATO membership for Ukraine when conditions are met and allies agree that there will not be a sort of intermediate step between the two. So membership action plan actually is no longer a sort of an intermediate step on Ukraine's Ukraine's road to membership. So it's important in terms of clarity. Because I have to admit that it was not always clear what the exact steps or milestones are, because in some communiques or in some documents membership action plan was mentioned, in some it was not. So now it's very clear because we have it in the summit communique. But that said, again, it is absolutely clear, and coming back to my first point as far as Ukraine is concerned, that the result of the conflict will be decided in the battlefield. It's up to Ukraine and Ukraine alone to define what the outcome of this conflict is, but it's no exaggeration to say that NATO as a whole is committed to Ukraine actually prevailing as a sovereign, independent, and democratic state. By the way, without that, there is no point discussing Ukraine's membership. And in fact, I think our Ukrainian friends actually accept and agree with that. President Zelensky himself said a number of times that it makes no sense to speak about membership or joining while Ukraine is defending itself or is at war with Russia. These are the two, but not everything. To me, the most important, the most salient topics addressed and discussed and sort of decided at Vilnius. But of course, there was a lot more. You mentioned China, which, by the way, NATO doesn't see an adversary. However, and if I understand correctly the interpretation
Indeed, we see Chinese policies as a challenge to our values, interests, and security. That doesn't mean that it means that we need to de-risk our relationship. The kind of dependence we created for ourselves, for example, on Russia for energy resources. We have to be careful not to create or at least reduce dependence on China in certain sensitive technologies, you know, chip technology and so on and so forth. But that doesn't mean that we will not engage with China on issues where we see a necessity to talk to each other, such as climate change, such as arms control. You know, these are clearly issues that cannot be sort of addressed without China. And by the way, also, you know, as far as Russia is concerned, I quoted the strategic concept where it is considered as the most significant and direct threat. We no longer actually see or consider Russia a partner, you know, which if you look at the previous strategic concept from 2010, it said that the old strategic concept that we aspire to a strategic partnership with Russia. Well, that sentence is no longer relevant. But that again doesn't mean that we will we will close down channels of communication, because we in the current situation, the current conflict, we have two tasks. First, to make sure that Ukraine prevails as a sovereign, independent, democratic state. And second, that the conflict does not become a conflict between NATO and Russia. We are open to communication. We try to, a number of occasions, to engage with Russia. In fact, 24 hours before Russia invaded Ukraine, our military leaders tried to get in touch with Russia to no avail. The Russians were incommunicado and did not respond. But we will make sure that somehow we manage that risk to the extent possible. I will stop here. I hope that put some issues on the agenda. And now back to the master of ceremony, my friend Reka. If I may say, Pat, thank you so much because of our long-term friendship and several maybe decades of professional discussion and meetings. Nagyon köszönjük, és nagyon hasznos volt, azt gondolom, ezzel kezdeni a mai kerekasztal beszélgetést. Itt van velünk valóban négy olyan szakértő, aki Magyarországon biztonságpolitikai kérdésekben, és különösen ugye a most legforróbb biztonságpolitikai kihívások kérdésében mind a NATO belső átalakulása válaszai, mind a régiót egészen közvetlenül érintő Ukrajna ellen indított háborút, illetően a leginkább közvetlen közelről követik és elemzik ezeket a folyamatokat. Úgyhogy én beleugranék rögtön a kérdések közepébe, mert azt gondolom, hogy az az áttekintés, amit a NATO vilniuszi csúcsán kapott döntések, vagy hozott döntésekről kaptunk, az valóban azt jelzi, hogy a szövetség felfogta, megértette, hogy mi az a világos elemzést adott arról a helyzetről, ami kialakult, felfogta, hogy mi az a kihívás, amire választ kell adjon. És valóban jó néhány szempontból leszögezett hatalmas lépéseket, amelyeket korábban elképzelhetetlennek tartottak volna sokan a szövetségesek számára. Így látják-e? Ez az, ami van? Valóban ez jött le szakértői szemmel is a NATO vilniuszi csúcsáról, megfelelte a vilniuszi csúcs azoknak a várakozásoknak, amelyet a régióból nézve, különösen Magyarországról nézve vártunk Vilniustól. Én azt javasolnám, hogy minél rövidebben próbáljon meg mindenki reagálni, hogy egy beszélgetés tudjon kialakulni. Én szívesen adom is meg a szót. Én azt gondolom, hogy egy kerekasztal beszélgetésről
re hívtunk meg mindenkit, és ez már majdnem kerek is ez az asztal, és ezért talán a leghasznosabb az lenne, hogyha minél több kérdést tudnánk körben mindenki szempontjából átbeszélgetni. Tehát azt gondolom, hogy kezdjük az első NATO Vilniuszi dokumentumának a döntéseivel az első kérdésben. Anton, úgy látom. Köszönöm szépen először is a meghívást és a nagyon hízelgő bemutatkozást a szakértő felhozatát illetően. Akkor rögtön ugranék bele is az első kérdésbe. Én vegyesen látom a NATO csúcs eredményeit, lehet, hogy többen leszünk így vele. Attól is függ, hogy az értékelés, hogy kinek, milyen államok szempontjából nézzük, az pozitívnak vagy negatívnak. Ukrajna szempontjából inkább nevezhető negatívnak a NATO csúcsnak a végeredménye. Nyilván ők mást vártak, mindjárt erre is rátérek. És sokban hozzájárult szerintem az a fajta felfokozott várakozás, ami ezt a csúcsot körbe övezte. Ugye a NATO főtitkára is egyfajta történelmi csúcsnak nevezte, nem emlékszem pontosan a szóhasználatra, de egy ilyen korszakos fontosságú történelmi csúcsnak nevezte néhány héttel a csúcs előtt a találkozót, és nem feltétlenül olyan eredménye az árult ez, hogy korszakalkotónak lehessen nevezni a csúcsot, és nyilván Ukrajna többet várt, mint ami született. Ami a NATO tagországok szempontjából pozitív, azt gondolom, hogy pozitív döntések születtek, folytatódott ugye a madridi csúcsnak az a felismerése, hogy a madridi csúcson nevezte meg először a NATO Oroszországot, mint ugye a NATO legnagyobb, NATO tagállamok számára a legnagyobb biztonsági kihívás forrását, és ez a fajta retorika, ezek a fajta nyilatkozatok ugye folytatódtak most Vilniusban is, kidolgozásra került a NATO kollektív védelmének a terve, amire nagy szükség volt, amely ugye részleteiben is foglalkozott a NATO védelmével egy esetleges támadás idején, ugye a szövetségnek a kiterjesztése, ugye Svédországgal, rendkívül fontos lépés, ami mindenképpen növelni fogja a NATO erejét. Ugye az is nagyon fontos, az a fajta tendencia, ami ugyancsak ugye a madridi csúcsnak a hozadéka, amikor ázsiai csendes-óceáni államokat is meghívtak, ugye a madridi csúcson tavalyi évben először hívták meg a csúcsra, ugye Ausztráliát, Japán, Dél-Koreát, és valakit kihagytam, volt a negyedik állam is. India is volt? Új-Zéland, azt hiszem. Új-Zélandot hagytam ki. És ugye ezeket az államokat most ismét meghívták a Vilniuszi csúcsra, és ez azt jelzi, hogy a NATO szövetség próbál terjeszkedni a más térségekben is, most nem, nyilván nem a kanadai agresszív terjeszkedés értem az alatt, hanem ugye a szövetségi rendszernek a bővítése, kapcsolatok, együttműködéseknek a bővítését értem az alatt, ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy pozitív hozadéka volt. Ugye a kiadások növelése, ugye most már az idei évben 11 ország fogja tudni teljesíteni, legalábbis a tervek szerint a 2%-os csúcsot, és a nyilatkozatok alapján ugye úgy tűnt, hogy egyre inkább abba az irányba haladunk, hogy a 2% az nem egyfajta konkrét szám, vagy egyfajta plafon, hanem inkább ugye az alja lesz a kiadásoknak. Tehát az a minimum elvárt teljesítés, amit a NATO tagállamoktól elvárnak, nem pedig egy konkrét teljesítendő szám. És akkor átérek Ukrajnára, ami azt gondolom, hogy Ukrajna szempontjából nem volt annyira pozitív, hogy nem volt világosan kimondva, világosan jelezve Ukrajna felé, hogy mit is várunk pontosan Ukrajnától, mi is lesz a végkifejlete ennek az együttműködésnek. Nem volt világos jelzés Oroszország felé, hogy a NATO mit vár Oroszországtól. Azt gondolom, hogy Oroszország egyik legnagyobb diplomácia eredménye az elmúlt években az volt, hogy elhitette a nyugatta az eszkalációs, vagy pontosabban eszkalációs félelmet ültetett, rákényszerítette a nyugatra azt a fajta eszkalációs félelmet, ami most jellemző a nyugati diplomáciában.
És ugye ez jellemző az ukrán NATO-s kapcsolatokra is, hogy mindent csepegtetve, mindenfajta együttműködés nagyon lassan zajlik, mert attól tartunk, hogy Oroszország majd nagyon keményeket lép, és közben ugye bebizonyosodik, hogy amikor előbb orosz területeket támad Ukrajna, vagy a Krimfélszigetet, nem tudom, a Fekete-tengeri flottát, Moszkvát, valójában nincs semmiféle válasz Oroszország részéről, mert nem tud megfelelő módon reagálni rá. És azt gondolom, hogy ez a fajta eszkalációs félelem, ez dominálta most a NATO csúcsot is. Nem tudom, hogy ez jó dolog-e vagy nem. Lehet, hogy a NATO-s döntéshozók ezt jobban látják, mint én, de azt gondolom, hogy ez fontos leszögezni, hogy ez is jellemző volt. És számomra úgy tűnt, hogy Ukrajna nem kapott ugye konkrét ígéretet a NATO-tól, és inkább abba az irányba lett terelve, hogy a NATO-Ukrajna kapcsolata, hogy Ukrajna bilaterális kapcsolatokban garantálja ugye a saját biztonságát a jövőre nézve, tehát hogy nem NATO és Ukrajna közötti garanciákról, hosszú távú biztonsági együttműködésről van szó, hanem Ukrajna abba az irányba haladjon, lesznek olyan országok, Egyesült Államok, Németország, Nagy-Britannia, amelyek bilaterális alapon garantálják majd Ukrajna biztonságát, és nem a NATO-tól fogja várni ezt a fajta védelmet Ukrajna, legalábbis rövid középtávon nem. Tehát én valahogy így értékelném ezt a... Igen. Köszönöm, és valóban egy sor olyan kérdés itt végig elhangzott, amire a dokumentum nagyon markánsan reagál, és új szempontokat hoz be. Nem tudom. András, ugyanez magyar oldalról. Én nem pont annyira magyar oldalról szeretnék beszélni, hanem muszáj. Inkább az ukrán szempontot próbálnám árnyalni egy kicsit első körben. Az volt az izgalmas ebben, hogy miközben a hivatalos ukrán diplomácia folyamatosan arról beszélt, hogy ők már pedig tagsági perspektívát várnak el, közben egyébként az ukrán belső vitákban teljesen nyilvánvaló volt, hogy az ukrán vezetés pontosan tisztában van azzal, hogy nem fognak tagsági perspektívát kapni. Tehát kialakult egy ilyen furcsa dihotómia a között az álláspont között, amit az ukrán hivatalos diplomácia képviselt, és a között, amit egyébként az ukrán szakmai közeg pontosan tudott, hogy mi az, ami reálisan elérhető, és mi az, ami nem. Azóta is egyébként ez folytatódik, tehát az ukrán diplomácia markánsan túljátsza a kártyáit, vagy egy ilyen, tehát látható, hogy olyan stratégiát követnek, hogy nagyon magas követelményeket támasztanak, abban bízva, hogy mondjuk a kéréseknek legalább a fele, vagy legalább valamekkora része teljesül. Ez láthatóan teljesen tudatos. Na most szintén ukrán szempontból egy másik dolog, ugye a júliusi csúcs találkozó ukrán szempontból már az ellentámadás idején zajlott. Az eredeti ukrán tervek, amennyire ezt rekonstruálni lehet, arról szóltak, hogy már hogy a vilniuszi csúcs idejére már valami látványos eredményt mutasson fel az ellentámadás. Hát ez legalább 2-3 hónapot csúszott, tehát ilyen értelemben az eredeti ukrán szándék, hogy a vilniuszi csúcs idejére már valami jelentősebb megszállt település ormán és ukrán zászló lengjen, hát ez nyilván nem sikerült. Na most, ami ukrán szempontból viszont siker, és Lunák úr ugye utalt is erre, az a NATO-Ukrajna tanács létrejötte. És itt jön be egy picit a magyar szempont. Tehát a NATO-Ukrajna tanács, és az, hogy a főtitkár hívhatja ezt össze, ez gyakorlatilag kiiktat mindenféle tagállami vétót. Tehát az a stratégia, amit a magyar kormány játszott elég sokáig, hogy próbálta blokkolni a NATO és Ukrajna magas szintű kapcsolatait, ez a stratégia Vilnius után nagyon sokat veszít az erejéből. Másképp fogalmazva, a szövetség elkezdte megtanulni kezelni a tagállami vétók problémáját. Jelesül olyan intézményi változást fogadott el, ami ennek a vétónak a megkerülését lehetővé teszi. Utolsó dolog, teljesen friss, ugye nyilván mindenki olvasott híreket ma reggel, tehát hogy Stoltenberg NATO főtitkár ugye éppen most van Kijevben. És amikor itt most beszélünk, a sajtókonferencia éppen most ért véget, és ezen a sajtókonferencián többek között elhangzott, ugye Lunák úr említette a NATO által koordinált hadipari beszerzéseket, ugye itt most elhangzott, hogy már 2,4 milliárd euró értékben van haditechnikai szerződés, vagy ilyen beszerzések leadva, és ebből 1 milliárd eurónyi szerződés már meg is van kötve. Ez elég sok.
Ugye egyébként, hogyha ehhez hozzáveszünk azt, hogy az Európai Unió oldaláról is létezik egy további 2 milliárdos commitment, egy további 2 milliárd eurós elköteleződés arra, hogy már pedig feltöltjük a fegyver- és lőszerkészleteinket, akkor ez összességében azért egy elég komoly eredmény a csúcsot, illetve a csúcs által eltelt időszakot tekintve. Nyilván ezeknek a beszerzéseknek az egyik célja az, hogy tovább tudjuk folytatni Ukrajna támogatását, a másik pedig, hogy a saját lecsökkent készleteinket vissza lehessen tölteni, illetve modernizálni lehessen. És még egy számadat, én picit ilyen számmániás vagyok, így ez sajnos így fog menni. Amit Lunák úr is mondott, hogy az a vilniuszi döntés, hogy 300 ezer katonát képes a szövetség telepíteni, hogy tudjuk mihez viszonyítani, ez a 300 ezer, ez nagyobb, mint az Oroszországi Föderáció szárazföldi erőinek teljes összlétszáma. Ugye ez 280 ezer. Ugye a mostani bővítések, vagy a létszám növelés előtt. Tehát ez a 300 ezer, ez nagyon-nagyon sok, ez olyasmi, amit Moszkvában is elég jól hallottak. Köszönöm. Igen, és azt gondolom, hogy ez nyilván tovább vissza egy következő szempontra, vagy egy következő kérdéskörre, hogy akkor ezek a válaszok, amelyek nagyon markánsan jelzik, hogy a NATO hogyan látja, és mennyire konkrétan tud, vagy próbálja meg kezelni a kihívásokat, mind a külső üzenetek, mind a belső döntési mechanizmusok szempontjából, ezt milyen következményekkel fog járni, illetve hogy valóban hogyan viszi tovább a NATO-t a 21. század fele. Attila, ha lehet. Köszönöm, Réka. Tehát Vilnius természetesen nem önmagában áll. Egy hosszú adaptációs folyamat indult el 2014-ben, ugye az első orosz agresszió után. Velszi csúcs, Varsói csúcs, Madrid. Tehát ez egy hosszú folyamat. Egy lépése. Tehát én mindig azt mondom, hogy azért ilyen csúcsmisztikában nem kell átmenni. A munka nagy része nem a csúcsokon történik, hanem előtte. Tehát persze elfogadunk dolgokat, fontos nyilatkozatokat, de az már gyakorlatilag a legtöbb esetben lejátszott történet, hogy a csúcson mi lesz. Ezt sokan nagyon sok órát dolgoznak, szövegeznek, bár azért vannak olyan, és Vilniusban is volt olyan, hogy a szövegezés az bizony folyik még az ülések alatt, tehát nem állítom, hogy nincs ilyen, de azért a munka nagy része az korábban zajlik le. Ami a NATO és Ukrajna kapcsolatrendszerét illeti, tehát ez a realitás. Ez teljesen egyértelműen az a realitás, hogy amíg ez a háború tart, addig Ukrajna nem lesz NATO tag. És ezt a realitást mondták ki. Én azt látom, hogy egyetértek azzal, hogy az ukránok azért a lelkük mélyén tudták, hogy ez nem fog megtörténni, nem lesz egy teljesen egyenes út a NATO-ba. Persze ez egy könnyített, nyilván egy könnyített út, amit kaphatnak majd egy nap, meg egy gyorsított út. De ez nem egy egyenes út. És ez csalódás. Tehát amellett, hogy valamit reálisan tud az ember, a remény az még van. Tehát azért van csalódás, és van csalódás szövetséges országok részéről is. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy előtte való tárgyalásokon mik zajlottak, akkor bizony voltak olyanok, akik nagyon is úgy gondolták, hogy egy nagyon gyors folyamat révén, akár még a háború alatt is. Én ezt némileg ijedtem, figyeltem, hogy van olyan ország, ami ezt komolyan gondolja, de úgy tűnik, hogy volt. Vagy legalábbis ezt mondta, bár lehet, hogy nem gondolták komolyan, mert mondani azért, különösen akkor, hogyha tudjuk, hogy úgyse lesz ebből semmi, az lehet. De ettől függetlenül én jelentősnek gondolom azt az adaptációs folyamatot, aminek egy állomása ez a vilniuszi csúcs, hiszen nézzük meg, hogy honnan indultunk. Tíz évvel ezelőtt egy olyan helyzetből indultunk, amikor több ország 1% alatt költött, gyakorlatilag nullát költött fegyverzetre, tehát új fegyverzet vásárlásra, nem hogy 20%-ot, de nullát, ugye akkor meg lett a 2%, 20%. Most azért sok ország már bőven a 2% feletti értékekben gondolkodik, bár azt azért hozzá kell tenni, van egy óriási realitás, ami nem változik, és nem is fog szerintem a jövőben se változni, az USA. A NATO erejének a nagy része, nem csak a nukleárisnak, hanem egyszerűen a konvencionális telepítető erők nagy része az amerikai. Tehát a NATO addig
ütőképes, és addig a világ legerősebb katonai szövetsége, még az USA azt mondja, hogy az. Tehát ezen a realitáson nem változtat semmit, egy NATO csúcs sem. Ezen az változtatna valamit, ha az európai országok gazdasági erejükhöz méltó katonai költségvetéseket hoznának össze, és azokat nem a fizetésekre költenék, mint jó pár európai ország. Tehát fegyverre kell költeni, meg a másik, amit én mindig hangsúlyozok, hogy lenne egy olyan tudati állapot, hogy bizony egy rosszabb világ fele tartunk, és védekezni kell adott esetben, mert itt azért tudati problémák is vannak szerintem Európában, az Egyesült Államokban szerintem senki nem kérdőjelezi meg, hogy az USA-t, hogyha megütik, akkor visszaüt. Nem vagyok benne biztos, hogy Németország olyan elmeállapotban van, mert bocsánat, hogy ezt a szót használom, hogy feltétlenül visszaütne. Majd meglátjuk, vagy remélem, hogy nem látjuk meg. Az eszkalációs félelem, amit az Anton mondott, tehát én nem teljesen, de már rég nem értünk ebbe egyet, tehát azért, mert valami eddig nem történt meg, az nem a bizonyítéka annak, hogy nem is fog megtörténni. Nem tudjuk, hogy mi zajlik le az orosz vezetés fejében. Sokan mondják, hogy nem lenne, bármit elviselnének. Van, aki meg azt mondja, és nyilván ez egy veszélyes terep, de én azt mondom, hogy nem látjuk, és jobb nem megpróbálni egy bizonyos szinten túl, mert egész egyszerűen azért, mert a tétek sokkal nagyobbak egy országnál ez esetben. Tehát az, amit mondunk, mint NATO, hogy a NATO orosz közvetlen konfliktust el kell kerülni, ez nem Ukrajna, vagy nem Oroszország ügye, ez a világ ügye. Ez egy globális ügy. Tehát itt nem vagyok egy písznyik, tehát szerintem fegyverkezünk, és ezt mondtam 10 éve is, meg mindig is azt mondtam, hogy igenis készülni kell a rossz időkre, de azért azt el kell kerülni, hogy, mert gyakorlatilag egyébként ma is olyan eszközökkel, olyan mennyiségben is úgy támogatjuk Ukrajnát, hogy a NATO országok közül sok bizony részese ennek a háborúnak, azért mondjuk ki. Tehát a hírszerzési segítség ebben a formában valószínűleg még bővebb is, mint gondoljuk, azért ez bizony részvétel. De közvetlen részvételt józanul senki nem akarhat. És nyilván meg kell látni azt, hogy hol az a vörös vonal, vagy van-e ilyen vörös vonal. Meglátjuk, hogy, mert ugye az, amit hallunk, az nem biztos, hogy az, ami történik. Most a brit gép esetéről egyre újra meg újra jönnek elő dolgok. Volt a rakétaindítás. Hogy volt? Nem akarok nagyon hosszan erről beszélni, de ez egy veszélyes terep. És én azt nagy örömmel láttam, hogy rendkívül megfontolt volt az amerikai vezetés is, meg úgy általában a NATO mérvadó országainak többsége ebben a kérdésben, mert mondom, a lét a tét. Tehát ez nem vicc. Ami pedig a magyar, a NATO-ukrán tanácsot illeti, tehát nyilván Magyarország ezt a kérdést elengedte. Tehát nem kapadozott Magyarország már ebben az ügyben. A terepe, ugye volt erre kérdés, hogy a magyar közösség ügyének rendezése, ez nyilván a NATO egyébként működött, valamilyen szinten működött ez is, tehát azért voltak eredmények a NATO útján történő befolyásolási kísérletben, a semminél többet hozott. Az EU lesz valószínűleg ez a terep, ugye az EU tárgyalásoknak az egyik feltétele. Magyarország számára egyébként pedig az, hogy most megint egy fél órát beszélhetnénk arról, hogy hoznak-e bilaterális ügyeket be államok, tehát mondjuk Görögország és Észak-Macedónia ügye, vagy bocsánat, már nem is tudom, hogy nevezzem. Tehát a lényeg az, hogy ez van. Ez mindig is volt. Ez itt valami ilyen magyar szerénység, vagy nem tudom, ismeretek, nem is az, hogy ismeret hiány, de valahogy nem érezzük azt, hogy számos ország ezeket a dolgokat már eljátszotta, évtizedeken átment ugye egy másik esetben. Nem azt mondom, hogy ez jó, a legjobb az lenne egyébként, hogy nagyon gyorsan át lehetne a Gordiusz, hogy csomót vágni, hogyha a NATO meg EU országok kisebbségének ügyében megváltozna valahogy az ukrán törvénykezés, vagy bilaterális alapon megállapodnak. Ezt ki lehet kerülni? Nagyon egyszerűen, szerintem. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a vilniuszi csúcs sok döntése közül ez az egyik legérzékenyebbek közé tartozik, hogy valóban az üzenet, amit Ukrajna fele megfogalmazott a további bővítés kérdésében a csúcs dokumentuma, az önmagában nem hosszabbítja meg a háborút, hiszen nyilvánvaló üzenet vagy ösztönzés a Oroszország részére, mondják sokan, hogy minél tovább tart akkor a konfliktus, annál
tovább lehet bizton számítani arra, hogy akkor nem is lesz Ukrajna NATO tagja. Tálas Péter? Köszönöm szépen a meghívást. Arról, amiről a kollégák már beszéltek, nem szeretnék beszélni. Összességében azt gondolom, hogy azt kell látnunk, hogy minden ilyen dokumentum egy kompromisszum. Ha arra gondolok, hogy milyen álláspontja van Magyarországnak, ami a hazám, és arra gondolok, hogy milyen álláspontja van Lengyelországnak, ami a másik hazám, hiszen az anyám lengyel, apám magyar, mind a kettőt nagy, akkor azt gondolom, hogy egészen jó dokumentum jött ki ebből a történetből. Ugye, amikor Demko Attila azt mondja, hogy vannak olyanok, akik ennél radikálisabban, az egyértelműen a lengyeleim. Az én lengyeleim már az legelején sokkal keményebben léptek volna fel. És én azt gondolom, hogy helye van ennek is, meg annak is, mert ebből jön ki ez a kompromisszum. De, ami a legfontosabb, azt gondolom, hogy üzenet szintjén van egy nagyon lényeges dolog, úgy szól, hogy ellenséges politikájának és telekedjenek fényében nem tekintjük Oroszországot partnerünknek. Pont. Ez azt jelenti, hogy az új európai biztonsági architektúra Oroszországgal szemben fog kiépülni a közeljövőben, és azt jelenti, hogy amíg nem változik, hiszen így folytatják egyébként, amíg nem változik az a politika, ez fenn is marad. Én azt feltételezem egyébként, hogy ez Putyin életében már nem fog megváltozni. És amennyire az egészségét látom, az egy elég hosszú idő lesz. Tehát nem számolok azzal, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics itt hagyna bennünket. Nagyon fontos. Azt gondolom, legalább ilyen fontos annak kimondása, hogy támogatjuk Ukrajnát, és hogy létrehoztuk az NATO-Ukrajna bizottságot. Ez a hírszerzés, ez a gyakorlati segítségnyújtás egészen új lehetőségeit tartalmaz a Ukrajnának. A legfontosabb azonban az, hogy Ukrajnának nem NATO tagságra volt szüksége Vilniusban, hanem támogatásra, és minél hosszabb támogatásra, és azért van ebben a dokumentumban olyan, ami ugye nagyjából azt üzeni, hogy akkor döntsük el, hogy felpörgetjük-e az európai és a nemzetközi hadigazdaságot, megpróbáljuk rávenni a hadigazdasági, pontosabban a védelemipari szereplőket, hogy ebbe a támogatásba ők is szálljanak bele. Ez nem olyan egyszerű ezeknek a rávétele, vagy a rábeszélése arra, hogy ez megtörténjen. Tehát én azt gondolom, hogy ez erre vonatkozóan feltétlenül látok előrelépést. Ha ehhez hozzáteszem egyébként a G7-ek nyilatkozatát, meg hozzáteszem az EU-t, akkor azt gondolom, hogy a Nyugat vagy a Transatlanti Szövetség az egy hosszú háborúra rendezkedik be. És ez egy nagyon fontos történet. Az is szerintem legalább ilyen fontos, hogy hát azért az ukrajnai háborúnál vagy mellett van egy csomó olyan fontos kérdés, amit a NATO érint. Tehát ami a NATO-t érinti. Én, amikor arra gondolok, hogy mondjuk a lányaimnak vagy a fiataloknak mi lesz a kulcskérdése, akkor nem az ukrajnai háború jut eszembe. Eszembe jut a klímaváltozás, eszembe jut a mesterséges intelligencia, eszembe jut egy csomó olyan dolog, aminek közel már rég nem fogjuk tudni, hogy mi volt az ukrajnai háború, amikor még mindig válaszolnunk kell. Tehát számos olyan dolog is van szerintem a dokumentumban, és erre is kellett reflektálni. Összességében tehát azt gondolom, hogy ez egy jó dokumentum. Azt gondolom, hogy ez egy kompromisszumos dokumentum. Azt gondolom, hogy meglökte, vagy tovább lökte azt a segítségnyújtást, ami a kezdetektől egyébként tagállami szinten zajlik. Ugye ne felejtsük el, nem a NATO, hanem a tagállamok, mert már akkor érezte mindenki, hogy különböző álláspontok vannak, tehát nem lehet NATO szinten, csak tagállami szinten. De az, hogy a tagállamok tovább gördítették ezt a dolgot, az szerintem maximálisan pozitív dolog. Két nagyon rövid dolog reakcióként. Egyrészt az ukrán NATO tagság. Tehát a Vilniusban ugye kikerült a feltételek közül a Membership Action Plan, tehát most már enélkül is lehet, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a feltételek egyszerűsödtek volna. Tehát a folyamat egyszerűsödött, de nem a feltételek. Ez egy nagyon nagy különbség.
És ugye a NATO nem csak katonai szövetség, hanem politikai és katonai szövetség is. Ukrajna azt gondolom, hogy belátható időn belül nem lesz képes teljesíteni elsősorban a politikai feltételeket. Tehát ahhoz, hogy valaki a szövetség tagja lehessen a hidegháború után, mert a hidegháború alatt csatlakoztak egészen furcsa berendezkedési államok is, ugye, de az egy másik helyzet volt. Tehát az, hogy a hidegháború utáni helyzetben egy állam a NATO tagja lehessen, ahhoz olyan politikai feltételeket kell teljesíteni, amit a Ukrajna rendkívül messze van. Tehát működő, plurális, több pártrendszernek kell lennie, médiaszabadsággal, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a kisebbségi jogok garantálásával, szólásszabadsággal és egy csomó mindennel. Tehát még ha Ukrajna teljes területe fölött vissza is szerzi az ellenőrzést, amit természetesen teljes szívemből kívánok, ha ez holnap bekövetkezik, akkor is az, hogy a demokratikus politikai feltételeket az ország teljesíteni tudja, az legalább egy évtized. Hát kollégák, tehát ugye hadi állapot van, fel van függesztve a parlament működése, az idei októberi választásokat el kellett halasztani. A következő választásokon az ellenzéki pártok, amelyek most be vannak tiltva, nyilván nagyon súlyos hátrányokba fognak indulni. Tehát az még csak nem is egy választás, aminek végig kell majd mennie demokratikusan, hogy azt lehessen mondani, hogy Ukrajna egy demokrácia, hanem lehet, hogy két vagy három választás. Tehát ez nagyon hosszú dolog. És a másik Attila, a Demko Attila által mondottakra reagálva, hogy a NATO belesodródása, vagy esetleges belesodródása a konfliktusba közvetlenül, zajlik azért egy elég érdekes folyamat, amit a NATO eddigi részvételei kapcsán nem láttunk. Mégpedig az, hogy egyes NATO tagállamok elkezdik kiterjeszteni azt, hogy elkezdik védeni Ukrajna területeinek, vagy Ukrajna szuverenitásának egyes kisebb darabjait. Mondok példákat. A Rheinmetall ugye ukrán területen fog felépíteni egy fegyvergyárat. Ennek a fegyvergyárnak a légvédelmét a Rheinmetall saját erőforrásból fogja megoldani, ez valószínűleg a Mantis légvédelmi rendszer lesz. Tehát azt fogjuk látni, hogy ukrán területen német légvédelmi rendszer települ, amely egy ottani német befektetést véd. Ilyen azért eddig nem nagyon volt aktív háborús konfliktus esetén. A fekete-tengeri gabonaszállítások azért tudnak újraindulni az odesszai kikötőkbe is, Odessa, Csorna, Morszki, Uzsnoje, mert a gabonaszállító hajók légifedezetet kapnak az Egyesült Államoktól. Tehát felderítő drónok kísérik ezeket a hajókat. Ezeken a felderítő drónokon fegyver ugyan nincsen, de az információkat át tudják adni az ukrán erőknek, az ukrán partvédelemnek. Tehát ha bármelyik orosz hajó megpróbálna megközelíteni ezeket a gabonaszállító hajókat, azzal az ukrán partvédelem végezne. Tehát itt most az történik, hogy a NATO tulajdonképpen légi fedezetet ad olyan teherhajóknak, amelyek egyébként mennek be Ukrajna kikötőjébe. Nem arról van szó, hogy a NATO orosz hajókra lőne. Effektív a lövés, ha ilyesmire sor kerülne, azt az ukrán haditengerészet fogja megcsinálni. De ezzel együtt abszolút egyetértek Attilával abban, hogy egyre közelebb kerülünk a tevőleges részvételhez. Ez nagyon korlátozott, nagyon szegmentált, ez így is fog maradni, de ezzel együtt a trend azért komoly odafigyelést igényel. Tálas Péter. Egyetlen gondolat, alapvetően ahhoz, hogy belesodródunk, vagy nem sodródunk bele, és eszkalálunk, vagy nem eszkalálunk. Az én alapvető problémám, és ebből ilyen szempontból bevallom, lengyel vagyok teljesen, az, hogyha mi elhisszük azt, hogy elég erősek vagyunk, akkor miért nem merjük ezt kommunikálni? Tehát az az én nagy problémám, hogy tulajdonképpen mindenki pontosan tudja azt, hogy az erőviszonyok milyenek. Azt is pontosan tudja, hogy az egyik legsikeresebb ország, aki az erejét, a hadi erejét, egyáltalán a hadseregét tudta kommunikálni, az Oroszország. Ha valamiben veszített most ebben a háborúban, az, hogy a gyakorlat nem azt mutatta, hogy mondjuk a hagyományos fegyverzetben ilyen erős lenne. És ez egy borzasztó tekintélyromboló történet. Ha a NATO meg van győződve arról, hogy erős, akkor viselkedjen erősnek megfelelően. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben
legalábbis óvakodnék a túl sűrű eszkalációs veszélynek, vagy az eszkalációs veszélynek túl sűrű emlegetése. Ez ugyanis az én szememben egy olyan narratíva, hogy ugyan mit fog Oroszország csinálni. Nyilvánvaló meg fogják kérdezni itt például, vagy el fog hangzani az, hogy Svédország és Finnország belépésére mit fog reagálni. Nem érdekel, hogy mit reagálod. Az az izgalmas, hogy én mire készülök fel. Nem tudom, érthető-e. Az az oroszok problémája. Az, hogy mi lesz Kelet-Közép-Európával, az az én problémám, és Kelet-Közép-Európa szempontjából kulcsfontosságú, mind a svéd, mind a finn csatlakozás. Tehát azt gondolom, hogy egyetértek abban, hogy oda kell figyelnünk a másikra, de inkább azt mondanám, hogy magunkra is kell figyelni, és ilyen értelemben például kulcsfontosságú, amit egyébként Petrunak mondott, hogy nem emlékszem arra, pontosabban az én életemben hát nagyon kevésszer volt akkora súlya egy-egy regionális terv kommunikációjának a NATO kapcsán, mint ami most van. Van regionális tervünk, egy 3000 oldal. Ez azt jelenti, hogy van terve, és igen, a 300 ezer is fontos, és pontosan mindenki tudja, hogy ezek olyan célok, amit ha a szövetség kitűzött, akkor előbb-utóbb egymáson számon fogjuk kérni. Tehát valószínűleg megvalósul. És én azt gondolom, hogy ez egy döntő kérdés, hogy a kommunikációban mennyire vagyunk képesek, hogy mondjam, ezeket a korlátokat észrevenni, mondjuk azt rugalmasabbá tenni. Én azt látom egyébként majdnem mindenkinél, hogy hasonlóan egyébként az oroszokhoz, végre a NATO és a NATO tagállamok is elkezdték kommunikálni a saját erejüket. Teljesen meg vagyok döbbenve azon, hogy milyen sok minden jelenik meg például Lengyelországban, hogy 2035-re milyen bikaerős hadseregük lesz. Már bocsánat, hogy így fogalmazom. Demko Attila is. No, I think it was Attila first. Attila first, yes. Tehát szerintem az oroszok pontosan tudják, hogy a NATO jól erősebb, Vlagyimir Putyin maga is kimondta, tudják ezt. Az, hogy nem kommunikáljuk, szerintem kommunikáljuk. Sok, ugye probléma volt egyes európai országokban, hogy nem illett erről beszélni, hadseregről, haderőfejlesztésről, hogy nem illett bele a képbe. Szerintem ha valami, akkor ez nagyjából a múltétet láttuk a németeknél is, akik tényleg rendkívül felelőtlenül álltak hozzá a hadseregükhöz nagyon hosszú időn keresztül. Azért ez lassan fog változni, de változik. Oroszország pontosan tudja, hogy konvencionális eszközök terén a lemaradása óriási. Egész egyszerűen a számok területe az egyik darabszám, de a minőség is. Tehát az oroszok, ha valamit megtanultak az elmúlt több mint másfél évben, az az, hogy számos területen a NATO eszközök jobbak, mint az orosz eszközök. Nem mindenhol, tehát ne essünk túlzásokban, nem mindenhol, de számos területen, és nagyon fontos területeken jobbak a NATO eszközök. Én ezért egyébként attól nem is tartok, hogy Oroszország a NATO ellen komoly kihívást intézne, mert nyilván racionalitással vannak problémájuk, mert ha igazán racionálisak, vagy látták volna az összképet, akkor Ukrajnát sem támadják meg. Valami nagyon komoly kalkulus probléma volt, de hát azért a NATO az egy más szint. És én nem is, tehát a kommunikációt, meg egyáltalán az erőmutatásnak a két részét vegyük ketté. Az egyik a Ukrajnával kapcsolatos történet, a másik az, hogyha NATO területet fenyeget valaki. Tehát, hogyha a balti légtérben provokálnak az oroszok, az egy dolog nagyon keményen visszaütni, kikísérni adott esetben. Meg ennél keményebb dolgok is előfordulhatnak már, amikor, na mindegy, ezeket szerintem hagyjuk, de a másik a Fekete-tenger. Ott viszont, hogyha mondjuk a Krím közelében, mondjuk persze visszavonták azért távolabbra a legtöbb eszközt az amerikaiak meg a britek is, történik valami, és jó messze mondjuk a NATO területektől, tehát a török, a bolgár vagy a román felségvizektől, az megint más. Tehát szerintem ott óvatosabbnak kell lenni. Tehát ki kell jelölni azt,
Szerintem ezt a NATO megteszi. Hol az a vonal, amin túl ti nem szórakozhattok, orosz, most már nem barátaink, hanem és nem partnereink, de azért van egy olyan zóna, ahol viszont meg kell fontolni nagyon, mert egész egyszerűen balesetek előfordulhatnak, és ezt nagyon sokan mondják, tehát, és én mindig azt mondom, hogy a katonákra hallgassunk. Őket nem kell megválasztani újra x év után, bár egyébként van rengeteg politika a hadseregben is, tehát azért tehát ez nem ilyen egyszerű történet, nyilván ők is azért inkább mondják azt, amit a politikai vezetők várnak tőlük, de azért mondjuk, ha Mark Milley-t hallgattuk az utóbbi másfél évben, azért az egy picit más volt, mint amit mondjuk a hivatalos amerikai kormányzat, Biden mondott, és amit Milley mondott, az állt közelebb általában a valósághoz, meg ahhoz, amit Amerika tud vagy akar tenni. Tehát szerintem ez a nagyon fontos, hogy NATO az a ne érj hozzá, amikor ugye Fekete-tengeren valójában az ukránokat nagyon komolyan segítő műveleteket végeznek, NATO, nem NATO eszközök, NATO országok eszközei, hát az egy más terep, és ott azért az óvatosság indokolt, szerintem. Petra Lenek. Absolutely, and at the risk of agreeing, of fiercely agreeing with everything that has been said, you know, I'll just make a few points here. First, on Ukraine, absolutely, every decision in NATO, by definition, is a compromise. And in fact, you know, if I remember correctly, in the sort of Ukrainian debate, there were three expectations, you know, in the run-up to the summit. What they called algorithm for membership, you know, a timetable, you know, which was not something that, because indeed, as András said, you know, there are still requirements for membership. The simple fact that MAP as a procedural step has been taken out doesn't mean that the requirements are no longer there. Absolutely not. Yet they had a strong statement from a number of allies, you know, and overall consensus was that Ukraine's rightful place is in NATO. Very strong statement, you know. The second expectation was, however, that NATO would some in you know in the meantime between now. Everyone understands that membership is not possible at this stage. You know, while Ukraine is still, you know, fighting against Russian invasion, in some sort of security guarantees, and it was very difficult for NATO because, in fact, the only security guarantee is Article 5. We don't have anything in between. You know, it's as simple as that. Nevertheless, there was actually a decision to somehow address that particular expectations in the G7 context. In fact, you know, on a bilateral cases, which is not exactly what our Ukrainian friends expected, but still, there is something. You know, it's similar, although the mechanism was slightly different, but it was like a number of countries, you know, in the Finnish case, actually offered, you know, the kind of almost security guarantees in the run-up to their formal membership. So it's, you know, there is something in between again, although not necessarily in the NATO format. Then NATO and Ukraine. You know, I think if you actually remember the first months of the conflict, you know, the kind of rhetoric coming from our leaders was punishing Russia, you know, not let Ukraine lose and things like that. If you look at the what kind of, you know. I have the feeling that we somehow, as the West, you know, as the liberal West, sort of tied our influence and future to Ukraine's victory. You know, it is very, and why? Well, for a number of reasons. First of all, and I think the decision was right, timely, and rational. Yeah, for a number of reasons. First of all, you know, the Ukraine's heroic resistance, which to many was a surprise, not to everyone, but nevertheless, you know, it's something that really won over the support everywhere. Second, the sort of practical support provided, but third, also, you know, Ukraine is now a candidate country for both NATO and the EU.
you know, again, it's something, it's linked with sort of with not only the future of Ukraine, but also with the future of ourselves, which provides yet another sort of, you know, incentive to actually do everything possible to make sure that Ukraine prevails. In the EU case, it's also, you know, thinking about internal reform, because indeed, in view of future enlargement, the EU will have to somehow address the issue of its internal sort of mechanism, and the EU is starting that debate, you know, the whole debate again about multi-speed Europe, you know, the kind of thinking, but I think it's important to take that into consideration, you know, the kind of link between our own future and future of Ukraine, which I'm not necessarily sure was that at the beginning, you know, and that again, you know, is I think explains some of the decisions or rationale of the decisions taken at Vilnius, and again as a NATO official, I think the glass is more than half full than anything else, you know. Sure. Yeah. Anton. Egy gyors reakciót én is. Először reagálnék Attila, ugye az eszkalációról való mondatai nagyon megragadták a figyelmet. Én nem ugye NATO és Oroszország közötti eszkalációra gondoltam, hogy a NATO-nak mindenképpen a lépéseket kellene tennie, ami az eszkalációt növeli, hanem arra gondoltam, hogy Ukrajnát egy olyan defenzív háborúra kényszerítjük, amelyben Oroszország alkotja meg az eszkalációról szóló definíciókat. Oroszország alkotja meg azokat a vörös vonalakat, amelyeket elvárjuk Ukrajnától, hogy betartsák, miközben ők egy olyan háborúba vannak belekényszerítve, amely mondjuk nem terjed túl Ukrajna határain. És ugye többek között a nyugati katonai eszközöknek a használata a jelek szerint tiltva volt, vagy legalábbis nem volt nagyon favorizálva, hogy Ukrajna ilyen eszközöket használjon ugye orosz területen. Például a Krím-félszigetet nyugati eszközökkel nagyon sokáig nem támadták, és ennek most kérdés, hogy az az oka, hogy volt valamiféle alkohol háttérben, hogy ne támadják, vagy az volt az oka, mert előkészítették ezt a támadást. De ugye valami megváltozott, és az elmúlt hetekben ugye azt látjuk, hogy ugye a brit Storm Shadow rakéták, a francia Scalp rakétákkal pedig elindult a Krím-félsziget szisztematikus, ugye a Krím-félsziget légvédelmének a szisztematikus leépítése, és az orosz fekete-tengeri flottának a szisztematikus leépítése. Tehát én erre céloztam az eszkalációs veszély orosz propagálása által, hogy az oroszok olyan definíciókat alkottak, amit mi pedig elfogadtuk és Ukrajnával próbáltuk betartani. Amit te említettél, abszolút teljes mértékben egyetértek, hogy a NATO-nak mindent meg kell tennie, hogy a közvetlen beavatkozást, a hiba lehetőséget elkerülje a NATO és Oroszország között. Aztán egy gyors reakció, ugye az ukrán perspektíva, ez is felmerült, hogy ugye volt egy csalódás Ukrajna részéről a vilniuszi csúcson. Itt ugye érdemes megnézni az ukrán sajtót, hogy hogyan hasonlították össze a 2008-as bukaresti csúcsot, NATO csúcsot a mostanival. Hogy gyakorlatilag ugye a dokumentumok szövegét is próbálták összehasonlítani, hogy szinte ugye eltelt 15 év, de szinte ugyanazt a szövegezést kapták, ugyanazokat az ígéreteket kapták. És ebben volt az egyik ilyen csalódás Ukrajna részéről, hogy nem kaptak többletet az eddigiekhez képest. Ami egyetértek, hogy reálisan ez nem is volt realitás, hogy Ukrajna valamiféle konkrét dolgokat kapjon, de mégis az elvárás ugye egészen más volt. És még egy gyors reakció ugye a NATO PR-járól. Ugye 2014 előtt nem is volt nagyon NATO identitás, tehát nem volt célja a NATO-nak. Hát ugye a Szovjetunió összeomlása után a terrorizmus adta, de azért a NATO, hogyha megnézzük, volt egyszer 2010-es években volt egy projektünk a NATO-nak az ilyen öd identitását és a NATO a nyilvánosságban való ilyen kommunikációját vizsgáltuk, és az egészen alacsony volt a NATO YouTube csatornái, közösségi médiái egészen alacsony nézettséggel futottak. Nem volt úgymond szexi. Ugye is 2014 adta meg a NATO-nak a perspektívát, az új pozícionálást. Tehát Oroszország azért
sokat tett azért, hogy a NATO új célt és új értelmet kapjon. És a NATO-nak a PR-je azt gondolom, hogy ezután indult meg erőteljesen, és a fegyverkezés, ez inkább ugye 2014 utáni folyamatokat idéz. Még egy rövid kommentár Andrástól ebben az első körben a NATO vilniuszi csúcsáról. Oké, mert utána van még két témakör, legalább amit nagyon szeretném, hogyha körbe tudnánk járni a NATO jelenét és a várható előttünk álló egy évet illetően. Úgyhogy Rácz András. Köszönöm. Tényleg csak röviden az eszkaláció kérdéséhez. Most elárulok valamit, amit majd csak néhány hét múlva fogunk publikálni. Annak alapján, ahogy a háború elmúlt kicsit több, mint másfél évében, az orosz hadsereg eszkalációs lépéseit vizsgáljuk, az látszik, hogy az eszkaláció az nem a nyugati magatartás függvénye. Tehát ha Oroszország eszkalatív lépést tesz, akkor az a hadszintéri események függvénye. Tehát nem attól függ, hogy éppen leszállítunk-e valami fegyverrendszert, hogy Oroszország eszkalál-e. Mondok példákat. Az, amikor tavaly októbertől, ugye október 10-től elkezdték szétlőni az ukrán energetikai rendszert, ez nem azért volt, mert a nyugat elkezdett mondjuk a harckocsi szállításokról beszélni. A Novakahovkai gátat idén júniusban nem azért robbantották föl, mert májusban elkezdtek a nyugatiak Storm Shadow rakétákat szállítani, hanem azért, mert az ukrán ellentámadás kontextusában a gát felrobbantásával az oroszok a nyugati szárnyukat akarták fedezni. Rengeteg ilyen példa van, tehát amit mondani akarok, és ugye Anton felvetette ezt, hogy változik ez, hogy a nyugati fegyvereket lehet-e használni orosz terület ellen. Alapvetően azért is változik, mert felismertük azt, hogy az, hogy Oroszország eszkalál-e, az nem a mi lépéseink függvénye, hanem annak a függvénye, hogy a hadszintéren éppen hogy alakul a helyzet. Nyilván a mi lépéseink ezt közvetve befolyásolják, de ezzel együtt is a függvénynek a meghatározó eleme az a hadszintéri események, amiből az is következik egyébként, hogyha az ukrán ellentámadás elkezdene teret nyerni, nem csak az oroszoknak okozott vesztesség értelmében, hanem földrajzi értelemben is, akkor újabb eszkalatív lépéseket lehet várni orosz részről. Ez nagy valószínűséggel egyébként az energetikai rendszer elleni a korábbinál pusztítóbb támadásokat jelent majd. Nem elsősorban a transformátorokat fogják lőni, hanem az erőműveket. Tehát nem a power transformation, hanem a power generation részben azért is egyébként, mert ezekkel a buta iráni drónokkal egy erőművet könnyebb eltalálni. De tényleg, tehát erre érdemes figyelni, hogy minek a függvénye az eszkaláció, nem a nyugati magatartási. Egyrészt a NATO-nak azért volt egy missziója korábban is, lehet, hogy nem volt olyan szexi, az out of area or out of action mondás után, hogy a délszláv háborúk részben erről szóltak, hogy a NATO megtalálja, vagy legalábbis a NATO számára, hogy talált egy új missziót. Ha megnézzük, hogy a boszniai beavatkozást 94-től katonai szervezetként már fellépett, ugye 95-99, tehát istenna, nyilván Afganisztán, Irakban is megjelent a NATO mint szervezet. Tehát azért szerintem megvolt a NATO, és nem volt se agyhalott, és nem tartotta a végelgyengülés felé. Az más kérdés, hogy persze revitalizálta, de nem egy haldoklót revitalizált az orosz agresszió, hanem egy egyébként működő képes és alapvetően nem is rosszul működő szervezetet. Tehát én ezt így látom, nyilván majd utána lefolytathatunk egy vitát, tehát a kulisszák mögött, de szerintem a NATO nem volt rossz állapotban korábban sem. Az eszkalációs történetnél én azt látom, hogy a nyugat meglehetősen keveset ad. Tehát az orosz hisztéria ahhoz képest, amit adni tudna. Tehát nyilván ez is fájdalmas számukra, de azért nem látom azt, hogy megadták volna Ukrajnának azt a mennyiséget, azt a minőséget, ami tényleg egy, és ezt nyilván az Egyesült Államok tudta volna megadni, ami tényleg minőségi változást jelentett volna. Az se biztos, hogy az elég lett volna mondjuk a nyári jobb ukrán teljesítményhez, de az biztos, hogy nem kapták meg mindazt, amit az USA meg tudott volna adni. Tehát most mi igazából nem tudunk rengeteg dolgot. Tehát itt mi foglalkozunk ezzel pár évtizede, vagy van, aki még több. Milyen háttérmegegyezések vannak?
milyen háttérbeszélgetések vannak, nem tudjuk, hogy mit mondtak az oroszok, hogy na ezt ne. Nem tudjuk, hogy olyat átléptek-e már az amerikaiak, amikor az oroszok azt mondták, hogy ezt ne, valahol, Ankarában, akárhol. Tehát nem tudjuk. Szerintem ez egy jó válasz erre. De nem, amit Attila mond, az nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy két dolgot le kell szögezni. Az egyik, hogy a NATO reakciója egy fejlődést mutat. Tehát ahhoz képest, hogy mit akartunk adni a kezdeten, és hol tartunk most, óriási a fejlődés. Hát senki nem akart hallani arról, hogy harckocsikat adunk, hogy repülőket adunk, ez az első. A másik, hogy mit adunk és miért adunk. Világosan ki kell mondani, hogy a NATO-nak és az ukránoknak eltérő a stratégiai érdeke. A NATO-nak alapvetően az a stratégiai érdeke, hogy Oroszország kellőképpen meggyengüljön, hogy hasonló kalandokra ne vetemedjen még egyszer. Ehhez képest az ukránok érdeke az, hogy visszaszerezzék ezeket a területeket, amelyeket nem tudom, hogy vissza tudnak-e szerezni, akkor sem tudom egyébként, hogy vissza tudnak-e szerezni, ha több eszközt kapnak, mert azért azt is látjuk, hogy nem csak eszközfüggő, hanem képzésfüggő, és nem lehet gyorsan kiképezni hadsereget arra, hogy nyugati módszerekkel. Abban sem vagyok biztos egyébként, hogy nyugati módszerek ilyen helyzetekben megfelelnének. Szumma-szumárom azt akarom mondani, hogy igenis, ez mindig ez egy diszkrepancia lesz, hogy más az ukrán cél, akik egy nemzetállamot akarnak visszaállítani, és más a szövetség célja, vagy a szövetség országának a célja, akik alapvetően ezt a világrend konfliktust akarják visszatolni ahhoz, hogy ne egy orosz stratégiai győzelemmel záruljon. Nagyon köszönöm, nagyon izgalmas kérdések ezek, és az nyilvánvaló szerintem egyrészről, hogy maga a dokumentum, amit Vilnius elfogadott, és azok a stratégiai válaszok, amelyek benne világosan körvonalazódnak, azok nagyon markánsan pozitív választ, és egy előremutató stabilitásra és biztonság növelésére irányuló választ képesek adni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez úgy mindenkinek a reagálásából eléggé jól lejött. Ugyanakkor azt gondolom, hogy amit itt a beszélgetés kihozott, az abban benne van a következő probléma is. Valóban milyen célok, és mi köt össze, és milyen célok választanak szét döntések mögött a különböző szereplőket. Ami átvisz a következő kérdés, amit nagyon szeretnék, hogyha mindenki kommentálna, ez még hozzá a közvetlen közeljövőben várható további lépések. Ugye a NATO két olyan taggal kíván bővülni, amelyek hoznak a szövetségnek a biztonsági képességeihez és erejéhez. Finnország és Svédország jelentkezése azért is nagyon izgalmas, azt gondolom, mert a NATO-tagságra, mert ugye alapból mit tudunk a semlegességről, meg az ellenkötelezettségről, hogy ezek sokkal nagyobb költségvetési tehert jelentettek az elmúlt 30-40 évben is e két tagállamnak, azaz sokkal komolyabb katonai potenciállal jelentkeznek, sokkal komolyabb hozzájárulást tudnak hozni a NATO-hoz, mint bármely, azt kell mondjam sajnos, bármely eddigi vagy korábbi Európán belüli NATO-tag adott. Tehát valóban komoly hozzájárulást jelent a szövetséghez. Svédország aránylag simán, úgymond simán, tehát nem annyira simán, ahogyan sokan várták, de mégis aránylag simán ugye a NATO taggá vált. Hogyan látják, Finnországot mondtam, nem? Finnországot gondoltam. Azt kell érteni, hogy gondolok. Aránylag simán a NATO tagjává vált. A nyitott kérdések sorra a Svédország tagságával kapcsolatban is csak két tagállam részéről jelentkezik. Hogy látják, mit várnak a közeljövőben Törökország részéről, valóban van-e megállapodás? Hogy fog ez kinézni? És ugye, amint Petr Lunáktól hallottuk, aki idézte azt a magyar elkötelezettséget, hogy Magyarország nem lesz az utolsó ennek a svéd NATO tagságnak a garantálásában, hogy látják,
ennek a kérdésnek a lezárását. Lesznek még itt hepehupák? Ha lesz, akkor az gyengíti a szervezetet. Ha gyengíti, akkor azon túl, hogy a katonai hozzáadás nem jön hozzá, milyen politikai üzenettel jár a tagállamok, illetve a régió irányába? Demko Attila. Szerintem, hogyha megnézzük, hogy milyen gyorsasággal csatlakozott Finnország, és ha megnézzük, hogy más országok milyen sebességgel, jó, nyilván más a helyzet, de hát akkor is azt láthatjuk, hogy ez egy gyors folyamat volt. És buktatók, egyebek, hát nyilván vannak. Ez már Svédország esetében, de Svédország is, Finnország is, Svédország is sok tekintetben de facto tag volt már korábban is. Tehát azt gondolni, hogy és ha valaki veszélyben is van, a kettő közül szerintem nincs veszélyben. Ahogy mondtam, Oroszország tisztában van a saját erejével. Legalábbis a NATO illetően, tehát Ukrajnával kapcsolatban nem volt teljesen tisztában az ellenféllel, meg saját magával, de ha valamire jó volt ez a másfél év, szerintem a kihozanodás az oroszoknak jó volt, de a lényeg az, hogy Finnország már benn van. Tehát ilyen értelemben nyilván Svédország is előbb-utóbb tag lesz, itt is majd meglátjuk, hogy milyen háttér megállapodások lesznek elsősorban az Egyesült Államok és Törökország között, ezen múlik a történet. Azért láttuk azt, hogy Törökország komoly konfliktusokba került már gyakorlatilag egy évtizede az Egyesült Államokkal. Valószínűleg kérnek valamit, valamit tudunk a sajtóból, vagy sejtünk, vagy legalábbis a sajtó lehozta, ki tudja, hogy mi van még más. És azt se tudjuk, hogy Magyarországnak milyen megfontolásai vannak Törökországgal kapcsolatban. Én nem tudom, de azt tudom, hogy nagyon komoly török-magyar katonai együttműködés van. Magyar védelmi ipar számára nyilván Svédország is fontos, de nagyon úgy tűnik, hogy most Törökország az egyik kiemelkedő Németország mellett. Tehát ez a két ország, valamennyire Izrael, amire az új magyar védelmi ipar épülni fog. Nem tudjuk a megfontolásoknak szerintem a hátterét. Szerintem vannak racionális okok, és ezek valószínűleg megoldásra is fognak kerülni, pontosan azért, mert racionálisak. Rácz András. Köszönöm. Kettő dolog. Egyrészt a finn és a majdani svéd NATO csatlakozás, ugye orosz szempontból mit jelent, ha ez teljes egészében megvalósul. És egyetértek Demko Attilával, előbb-utóbb meg fog valósulni, hogy ennek milyen timeline-ja van, erre mindjárt mondok valamit, ez lesz a második pontom. Ugye orosz szempontból ez azt jelenti majd, hogy a Balti-tenger egésze NATO beltengerré válik. Orosz szempontból növekedni fog tehát Kaliningrád fenyegetettsége, csökkenni fog az orosz-balti flotta mozgástere, ideértve mind a Szentpéterváron, mind a Kaliningrádban állomásozó hajóegységeket. Megszűnik az a fenyegetési lehetőség, ami elsősorban Svédországot érintette leginkább, jelesül Gotland szigetének a fenyegetettsége. Ugye Gotland nagyon speciális jogi helyzetben van, és nagyon speciális földrajzi helyzetben is van. Amíg Svédország nem tagja a szövetségnek, addig Oroszország, és ugye ez egy 2014 óta nagyon sokszor gyakorolt és leszimulált forgatókönyv, Oroszországnak a katonai lehetősége legalábbis tavaly februárig megvolt arra, hogy egy nagyon gyors művelettel elfoglalja Gotlandot, és oda aztán A2AD rendszereket telepítve igen bonyolult helyzet elé állítsa NATO-t, illetve Svédországot, és abban a tekintetben, hogy vissza tudja foglalni Gotland szigetét. Tehát azzal, hogyha Stockholm és a NATO tagja lesz, ez az orosz potenciálisan kijátszható ütőkártya, ez megszűnik. Most már nincs az orosz hadsereg, és főképp az orosz flotta olyan állapotban, hogy ezt a gotlandi akciót meg tudná játszani, de egy évvel ezelőtt még nem ez volt a helyzet. A finn NATO csatlakozás azt is jelenti, hogy az orosz északi flotta bázisai, ideértve ugye Poljárnyit is, ami a nukleáris tengeralattjárók bázisa, sokkal, tehát nő a fenyegetettség orosz oldalról nézve, hiszen a NATO könnyebben tud csapatokat mozgatni Poljárnyi közelébe, tehát nem csak az eddigi norvég, nagyon rövid szakaszt kell Oroszországnak ellenőriznie, vagy ha úgy tetszik lefednie, hanem Finnország teljes területe is felhasználható ilyen célokra. Nyilvános információ el lehet mondani, igen, volt már HIMARS rendszer a finn-orosz határon is. Tehát ezt már lepróbáltuk.
Tehát oda tudunk vinni olyan tüzérségi eszközöket, amelyek szükség esetén elérik Poljarnit. Tehát orosz szempontból ez kétségtelen fenyegetés, és majd nyilván hozzá kell Oroszországnak a saját doktrinális környezetét is igazítani ahhoz, hogy Finnország már most NATO-tag, Svédország pedig majd egyszer NATO-tag lesz. És itt jön a második megjegyzésem, és én ugye abban a helyzetben vagyok, hogy nekem kevésbé kell udvariaskodnom. Itt a török és a magyar magatartást érdemes közelebbről megvizsgálni és összehasonlítani. Ugye a török magatartás teljes egészében racionális és nyilvános forrásokból rekonstruálható is. Ennek az egyik eleme, ugye a török elnök választás volt, belpolitikai, egy ennyire kiélezett belpolitikai helyzetben, mint az elnök választás előtt, egyetlen ország sem tud könnyen engedményeket tenni. Tehát az erdoğani vezetésnek nyilvánvalóan muszáj volt mutatnia a saját választói felé, hogy ő már pedig nagyon keményen fellép a török érdekei képviseletében. Tehát itt ez a belpolitikai racionalitás részben magyarázta a török álláspontot. És a török álláspont másik magyarázata pedig szintén teljesen racionális. Kollégák, ez egy alku folyamat. Ez egy goromba és nagyon határozott alku folyamat, de teljesen racionális. Tehát Törökországnak voltak konkrét követelései Finnországgal szemben, voltak konkrét követelései Svédországgal szemben, az Egyesült Államokkal szemben is vannak konkrét követelései. Ezek racionális elmondott követelések, ezekről meg lehet állapodni, és amint meg lesz a megállapodás, és egyébként alakul ez a megállapodás, feltehetően Törökország hozzá fog járulni Svédország NATO csatlakozásához. Tehát a török magatartás nem elegáns, nem diplomatikus, de ahogy Demko Attila korábban mondta, a világ néha így is működik, Törökország most ezt a játékot keményen játsza, playing hardball, if you like, de hogy ez egy teljesen létező és érthető, racionálisan leírható dolog. A magyar magatartás nem ilyen. Egyrészt Magyarország nem határozott meg racionálisan teljesíthető követeléseket. Nincs az, hogy valamit akarunk, hanem folyamatosan változtatjuk a célt, hogy éppen most miért nem szavazzuk meg. Nincs az, hogy konkrétan el akarnánk érni valamit. Ugye pont a mai kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, hogy Svédország pontosan tudja, hogy mit kell tennie. Elárulok egy titkos, nem, Svédország nem tudja, hogy mit kell tennie. Tehát nincs racionálisan leírható magyar magatartás, nincs racionálisan leírható alkufolyamat, és nincsenek olyan mérföldkövek sem, amelyek a török esethez hasonlóan értelmezhetővé tennék a magyar magatartást. Nincs az, hogy hirtelen van egy választás, ami előtt muszáj erőt mutatni, több mint egy év van hátra, vagy majdnem egy év van hátra a következő választásig, ugye tavaly június. Nincs olyan kétoldalú konfliktus, ami mondjuk a török esetben a Svédországban működő kurd pártokat illette, amelyek ugye török jogszabályok szerint egy részük terroristának minősült. Nincs ilyenünk. Ráadásul van egy többszintű kitettségünk van Svédországgal szemben. Ugye a legfontosabb ilyen az a Gripen szerződés meghosszabbítása. Ez a tárgyalás folyamatban van, mivel ez egy nyilvános rendezvény, erről nyilván nem mondunk részleteket, de ezzel együtt az, hogy a magyar légierő működőképessége attól függ, hogy a Gripen leasing szerződést meghosszabbítják-e, és ennek még nincs pont a végén, ilyen helyzetben kifejezetten kockázatosnak érzem ezt a magatartást, mert lehetséges, hogy a svéd vezetés előbb-utóbb rájön arra, hogy ennek a 11 néhány Gripennek egyébként az ukrán légierő is eléggé örülne. Kisebb léptékű a haditechnikai kitettségünk van a Carl Gustav rendszerek kapcsán, meg néhány kisebb rendszer kapcsán, és megint nem az történik, hogy elmondanánk, hogy mit szeretnénk, hanem folyamatosan változik a célpont. Mivel pedig nincs racionális követelés, ezért fel lehet tenni a kérdést, hogy a magyar magatartás kinek jó. Ugye klasszikus elemzői kérdés, qui pro est, ki profitál ebből. Nyilvános források alapján nem rekonstruálható, hogy Magyarország mit profitál. Valószínűleg Attilának van igaza, van valamiféle háttér megállapodás, de ellentétben a török esettel nyilvános forrásokból az, hogy Magyarország ebben mit profitál, az nem látszik. Hogy mit veszít, az látszik. Azt elsősorban presztízst veszít. Ugye az előbb beszéltünk a NATO-Ukrajna tanácsról, presztízst veszít, a szövetség egyéb megoldás hiány egyfajta immunválaszt kezd adni a magyar magatartásra, Ukrajna kapcsán már megtanulta megkerülni a magyar vétót, eléggé biztos vagyok benne, hogy a svéd tagság kapcsán is le fogja vonni a szövetség a következtetéseket. Nagyon komoly nyomás irányul Magyarországra az összes többi szövetséges részéről,
hogy próbálja ezt a vitát, vagy ezt a beszélgetést racionális mederbe terelni, a magyar politika eddig erre nem reagál. Tehát amit veszítünk, presztízst biztosan veszítünk, hogy más egyebet veszítünk-e, ezt most még nem tudjuk, de még nem vagyunk a folyamat végén. Ki az, aki nyer? A magyar magatartásból kettő ország van, ami egyértelműen profitál. Az egyik az Törökország, hiszen nem egyedül kell vétóznia. A másik pedig Oroszország. Hiszen a NATO, a svéd NATO bővülés késlekedése mindazon fenyegetéseket, amelyeket Oroszország számára a svéd NATO csatlakozás jelent, időben kitol. Hiszen később várjuk a Balti-tenger NATO beltengerre, és minden ilyesmi, mint az előbb elmondtam. Tehát ebből a magyar magatartásból nem rekonstruálható, hogy Magyarország ebből mit profitál, hogy mit veszít, az egyre inkább igen. Ami rekonstruálható, hogy ebből kettő ország profitál, Törökország és Oroszország. Én nem látom, hogy ez hogyan lehetne beilleszthető egy lojális, a NATO hatékonysága iránt elkötelezett magyar külpolitika működési kereteibe. Egyszerűen ami zajlik, az nyilvános források alapján irracionális. Bendazsevszki Anton. Én most egyet kell, hogy nem értsek Andrással. Reagálok több pontra is, most kezdem akkor a svéd NATO csatlakozással. Én azt gondolom, hogy szét kell választani a konkrétan a NATO-n belül együttműködést Magyarország esetében, és a bilaterális kapcsolatokat. És azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök is, és egyébként ugye a Recep Tayyip Erdoğan is, mind a ketten kijelentették, hogy meg lesz ugye Svédország NATO csatlakozásának az elfogadása, jóvá fogják hagyni. Ahogy Attila is említette, és egyébként te is említetted, ez csak egy időkérdése, hogy mikor fog ez megtörténni. Hogyha ebből indulunk ki, hogy csak időkérdése, illetve hogy a másik szempont, amit Attila is említett, hogy egyébként eddig is Finnország és Svédország esetében nagyon szoros együttműködés volt a NATO-val kapcsolatban, tehát NATO is a két állam között. Tehát ergo nem veszélyezteti, úgymond a szövetségnek a biztonságát, vagy a két országnak a biztonságát ez a fajta késlekedés. Ebből azt a konklúziót vonunk le, hogy a háttérben olyan háttéralkok születnek, ami ugye elsősorban nemzeti érdek Törökország szempontjából és Magyarország szempontjából is. Tehát nyilván ezt a helyzetet a két ország, most ezt jó-e vagy nem jó, nem minősítem, a két ország arra használja fel, hogy a vitás kérdéseket, az egymás közötti ellentéteket ilyen úton egy megállapodás, háttérmegállapodás keretében tisztázza és rendezze. A NATO ilyen szempontból, a NATO csatlakozása a két országnak egy másik kérdés, és ugye mindkét ország részéről meg volt az ígéret, hogy ez a következő időszakban végbe fog menni. És akkor két másik gondolat, az egyik, ugye nagyon sok elhangzott, miért lesz fontos Svédország és Finnország csatlakozása, ami még nem volt említett, hogy az északi sarknak a kérdése. Tehát ugye mindkét ország az északi sarki tanácsnak a tagja. Ez azt jelenti, hogy a NATO, igen, Finnország, Svédország is, ez azt jelenti, hogy a NATO markánsabb szerepet kap az Oroszországgal való versengésben, az északi sarkon, az erőforrásokért, a befolyásért. Ez egy újabb ilyen szeletét fogja jelezni a következő időszakban a NATO szerepvállalásának a jövőben. És akkor orosz szempontról beszélnék egy kicsit. Azt hiszem, hogy kérdés is volt, hogy ez mennyire jelent eszkalációt Oroszország szempontjából, két országnak a csatlakozása. Azt gondolom, hogyha ugye nem lenne háború Ukrajnában, akkor egy másik helyzet lenne, és Oroszország olyan lépéseket tett volna egy ilyen csatlakozás esetében, ami akár ugye eszkaláció irányába is mutatna. Most pedig egyszerűen nincs erőforrása Oroszországnak, hogy bármit tegyen, tehát az eszkalációs potenciál, az eszkalációs válasz Oroszország részéről inkább csak a belső ilyen társadalomra fog helyeződni, tehát a NATO, ahogy az elmúlt egy-másfél évben is, továbbra is, hogy az egyik fő ellenségnek lesz ugye bemutatva az orosz társadalom, az orosz médiában, hogy ezt látjuk, ezt a nézetet erősíti az orosz média, hogy tehát
A NATO-nak a bővítése az orosz politikai szempontból az egyik legfontosabb tényezővé válik, ugye ez a kommunikáció, valószínűleg a Putyin kampányának is, az elnöki kampányának is az egyik központi elemévé válik, hogy a NATO agresszív csatlakozása és Oroszország erre adott válaszai. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy Oroszország válaszreakciója nem kifelé fog érvényesülni, hanem inkább hogy a belső tendenciák, a belső propaganda érvényesítésével fog valamilyen módon előjönni. Érdekes, kapcsolódik ugye az előző körben átbeszélgetett eszkalációs kérdéshez, ami szintén ugye az a dilemma, hogy valóban a nyugati reagálás, illetve a NATO reagálás, vagy a hadszintéri fejlemények azok, amik ezt elidézik. Tálas Péter? Nem nagyon sok minden elhangzott. Én talán azt tenném hozzá, hogy a finn és a svéd NATO csatlakozás az valószínűleg a legnagyobb stratégiai csapás gyakorlatilag az orosz vezetésre. Az egész ukrajnai háború megalapulása abból indult ki, hogy itt ne jöjjön közelebb a NATO, menjen vissza a NATO, és erre van két ország, és ez egy nagyon fontos dolog, mert ez jelzi egyébként szerintem az ukrajnai háború sokját, ahol néhány hónap alatt azt mutatják a felmérések, hogy egy 230 éve és egy 75 éve, tehát több generáción keresztül semlegességbe szocializálódott társadalom azt mondja, hogy köszönjük, ott szeretnénk lenni. Ez egy nagyon fontos dolog. Ami a törököket illeti, én azt gondolom, hogy a törökök nagyon sok mindent elértek. Elérték azt egyébként, hogy Svédország megváltoztatta valóban azt a törvényét, hogy nincs olyan, hogy, tehát hogy mondjam, ha én nekem eszembe jut egy koránt elégetni, és ebből nemzetközi diplomáciai botrány keveredik, és az én országom háttérbe szorul és kellemetlen, akkor nyilvánvaló ez ellen fel lehet lépni. Ez nem az a kategória, amit én a szólásszabadságnak a jelentenék. Kettő, azt gondolom, hogy most a tét az, hogy megkapják az F-16-osokat és az F-16-os modernizációját. Ez régóta fájdalmas, amióta orosz cuccokat vásárolt Törökország, és azt mondta a szenátus, vagy a képviselő, ez már nem emlékszem, hogy akkor nem kaptok F-16-ost, azóta ez egy fájdalmas tüske. Azt gondolom, hogy ezt akarja Törökország elérni, és felteszem egyébként összességében, hogy el is fogja érni, mert az amerikaiaknak is jó, ha egyébként eladhatnak F-16-osokat. Úgyhogy ezt azt gondolom, hogy körülbelül ez az, ami az oroszokat, az tartom magam, ez a mi bizniszünk, oroszok majd meglátjuk, hogy mit fognak csinálni. Én előre nem foglalkoznék azzal, hogy Vlagyimir Vlagyimirovics mire gondol ilyenkor, gondoljon bármire, tudja azt, hogy... És ráadásul hozzá kell tennem rögtön, hogy azért sem gondolnám, mert nagyon sokszor azért vagyunk pont hátrányban, már a Nyugat és a NATO, mert előre eláruljuk azt, hogy mit nem fogunk tenni, ahelyett, hogy hallgatnánk bölcsen, és csak a nagyon szükséges dolgokat mesélnénk el. Nem tudom, érthető-e. Tehát, hogy én nem fogom akkor azt megtenni, ha ők azt csinálják, vagy éppen meg fogom tenni. Tehát ez egy nagy stratégiai kommunikációs játék is, ami gyakorlatilag szerintem nagyon erősen befolyásolja a dolgot. És hát azt is látni kell, azért ugyanilyen alkuk valószínűleg minden egyes NATO csatlakozásnál voltak. A kérdés sokkal inkább az, és ez tényleg kérdés, kell-e ezt nyilvánosan, mennyire kell ezt nyilvánosan csinálni, vagy azt kell mondani, hogy semmi gond, mi is tartjuk magunkat ahhoz. Én is azt gondolom, hogy a magyar kormány legrelevánsabb kijelentése az volt, hogy nem leszünk utolsók a ratifikációba. Pont. Közben nagyon sok minden elhangzik, de ezek túlnyomó többsége szerintem a politikai kommunikáció kategóriájába tartozik. Nem kötelem. Azt gondolom, csak az idő érdekében jelzem, hogy még 8 percünk van ebben a panelben, és akkor
pontszerűen fogjuk befejezni a beszélgetést az online közvetítés érdekében is, de azt gondolom, hogy ez a kérdés nagyon közel visz minket ahhoz, ami a utolsó kérdéskör lett volna, mit várunk a washingtoni NATO csúcstól, hogyan megyünk át Vilniustól Washingtonig, és mi fog akkor történni, és azt gondolom, hogy az egyik fontos eleme az ukrán kérdés, szintén már lefettük az előzőben, illetve a svéd NATO tagság kérdése. Demko Attila. Én még reagálnék röviden a svéd ügyre, hogy Oroszországnak mennyiben érdeke ez, vagy nem. Tehát Svédország de facto NATO tag. Svédországra ugyanúgy készül, meg készült is Oroszország, mint hogyha NATO tag lenne. Korábban is nyilván egyre nehezebb a helyzetük, mert Finnország önmagában egy komoly akadályozott tényező, hogy bármit tegyenek, és abszolút egyetértek Andrással, hogy erejük sincs. Tehát Oroszország elvesztette a hagyományos erejének egy jelentős részét, tehát itt krízisként megélni, hogy Svédország pár hónapot csúszik, szerintem az túlzás, és hogy oroszoknak mondom, ez különösebb érdekük lenne. Hát tekintettel, hogy nem is képesek tenni bármit Svédországgal szemben, nem érzem ezt. És még csak az orosz propagandában sem nagyon látom, hogy ez különösebben ki lenne élezve. Maga Putyin mondta, hogy be akar lépni Svédország, vagy Finnország, rendben. Nagyjából lehet, hogy rosszul idézem, de nyilván jobban tudja, de nem lát, legfelsőbb szintről nem volt hisztorikus reakció. Az, hogy Medvegyev meg a többiek miket mondanak, szerintem azzal nem kell különösebben foglalkozni. És a másik tényleg, azért értsük meg, a politika nagy része nem nyílt. Ha megnézzük azt, hogy egyes NATO tagállamok hogy használták ki a pozíciókat, akár belpolitikai, akár gazdasági, akár más szempontokból, számos példát mondhatunk, amikor volt hasonló, az, hogy ez ki hogy értékeli, ez vita kérdés nyilván, de az, hogy ilyen nem történt, megmondom, Görögország volt nem egy esetben, amely igen keményen képviselte az érdekeit, évtizedeken át, ugye Észak-Macedónia, vagy akkoriban Fájromnak neveztük ügyében, hány éven volt történt ez a... És most az, hogy a magyar presztist mennyire érinti, vagy mennyire nem, a világnak a nagy része az a kemény tényeken alapul. Ha Magyarország megcsinálja azt a haderőt, amit most csinál, és részt vesz úgy, ahogy egyébként az elmúlt évtizedekben kiemelkedően volt, amikor az első háromban az haderő méretéhez képest missziókban oda teszi magát, a NATO védelmi tervezési folyamatában kijelölt célokat végrehajtja, akkor szerintem ez számít többet. Most az, hogy mit ír a Guardian, vagy mit ír a New York Times, az nyilván tud kellemetlen lenni, de nem ezen múlnak a nagy dolgok, és mondom, szerintem minden játékos, aki ebbe játszik, az pontosan tudja, hogy Svédország előbb-utóbb NATO tag lesz. Lehet, hogy a svéd hübrisz árát is meg kell fizetni, nekem is voltak élményeim svédekkel már 2010-ben, hogy hogyan tudtak kommunikálni svéd katonák is, tehát... Mikor kérdőre vontak minket, Magyarországot, 2010-ről beszélünk, tehát, és nem NATO-val kapcsolatos ügyben, katonák, tehát én nagyon meglepődtem ezen. Szerintem Svédország egy nagyon fájdalmas folyamaton megy át egyébként belül is, hogy szembenézzen a tényekkel, ami a svéd utcákon van, hogyha megnézzük a... És ez már hiába mondta Donald Trump is, ez most már tudományosan, faktuálisan bizonyított tény, hogy elszabadultak nagyon sok helyen az indulatok. Ezt csak azért mondom el, hogy vannak érzelmek is a politikában, lehet, hogy itt még az érzelmek is szerepet játszanak Svédországgal kapcsolatban. Kettő dolog, már próbálok az utolsó kérdésedre is válaszolni. Ugye azzal érveltek, hogy igazából nem számít, hogy Svédország mikor lesz tag, mert úgyis tag lesz. Mondanék erre egy példát. Megveszem az autódat, de nem fizetem ki. Azt mondom, hogy majd egyszer kifizetem. Kérdezed, hogy mikor? Mert neked mondjuk szükséged lenne a pénzre. Én nem mondok határidőt, hanem azt mondom, hogy majd egyszer kifizetem. Valószínűleg egy idő után azért ez elég kellemes. És igaz az, hogy Svédország, tehát a de facto NATO tagság az ugye értelmezhetetlen fogalom. A svéd haderő teljes mértékben interoperábilis a NATO-val. Ezért tudott a csatlakozás katonai része svédes-finn oldalon is nagyon gyorsan lemenni. De a magas szint interoperabilitás és a tagság között azért jelentős különbség van annak tekintetében, hogy valójában mennyire mély az együttműködés, mennyire mély és mennyire gördülékeny az információ megosztás. Itt vannak közülünk olyanok, akik ezt gyakorlatban csinálták, tehát itt ti erről sokkal többet tudtak, mint én valaha is fogok. Tehát nem igaz az, hogy az interoperabilitás az a NATO tagsággal lenne egyenértékű.
Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy Svédország a szövetség tagja lesz-e, és az sem, hogy mikor. Amit a washingtoni NATO csúcs kapcsán várok, én ugye az ukrán részhez értek valamennyire, Ukrajna kapcsán nem látszik, hogy különösebb elmozdulás lenne, amire lehet számítani, hogy a szövetség tovább fogja emelni a nem halálos segítségnyújtásnak az összegét. Ez lehetséges, hogy ki fog terjedni az energetikai szektor egyes területeire is, attól függően, hogy ez a mostani tél ez hogyan alakul, és a szövetség tovább fogja növelni a hadipar, és az európai és az amerikai hadipar számára leadott és garantált megrendelések összegét is. Egyszerűen azért, mert a hadipar akkor tud jól működni, hogyha hosszú távú szerződéseket vagyunk hajlandóak kötni velük. Ez a folyamat ez elindult valamivel Vilnius előtt, most már látszanak az első eredmények, de ez egy hosszú távú játék lesz. Tehát én washingtoni csúcstól most itt előre szívesen berakom egy borítékba, én további nagy értékű haditechnikai beszerzések iránti elkötelezettségi bejelentését várom. Nagyszerű, nagyon köszönöm. Demkatiát megkérem, kapcsolja ki a mikrofonját, és utolsó szó, Bendezsef. Hűha, ez ilyen nagy felelősséggel jár, de csak egy percem van, csak röviden, hogy ugye mit várunk a következő csúcstól. Nagyon sok feltételnek az eredője lesz, hogy lesz még van egy folyamatban lévő ukrán ellentámadás, nem tudjuk, hogyan alakul a tél, nem tudjuk, hogy Oroszország milyen hadműveleteket tervez a következő időszakban. Lesznek orosz választások, elnökválasztások, ugye jövő év márciusában. És ugye amerikai elnökválasztási év elében nézünk, ami azt hiszem meghatározó lesz a NATO csúcs szempontjából is, hogy az Egyesült Államok milyen politikát, milyen választási kampányt fog folytatni. Ezek meghatározzák mindenképpen a következő NATO csúcsot. Tálas Péter, azért nézel rám, mert van még egy mondat. Nem, azt gondolom, hogy nem lehet, tehát a gyakorlati eredményeit kell majd ennek meg a korábbi csúcsnak számon kérni. Tehát sokkal munkásabb lesz és sokkal egyszerűbb történet. Itt szerintem a legfontosabb kérdések így gyakorlatilag, amiket számon lehet kérni és amiket elkezdtek csinálni, azok már megszülettek. A kérdés sokkal inkább az, hogy meddig fogunk eljutni ezekben a kérdésekben. On this cheerful note, mondanám, ha angolul beszélgetnénk, de azt gondolom, hogy rengeteg különböző szempont hangzott el, és nagyon izgalmas beszélgetést hallgattunk. Nagyon köszönöm minden részvevőnek. To be continued, ezt feltétlenül remélem, hogy folytatni fogjuk, és ezzel az első panelbeszélgetésünk véget ért, a közvetítést pedig a második panellel fogjuk folytatni.